Köszöntöm ismerős című műsorunk nézőit. Remélem, hogy ma is egy nagy meglepetéssel tudok szolgálni önöknek, illetve tudunk, hiszen a stúdióban köszöntetem a vendégemet, Dacó Eszter, táncművész. Szerbusz, Eszter! Szép napot kívánok, szia! Hát kezdjük az elején nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hiszen öm, talán nem mondok nagyot, hogyha ország határon túlra is átível a ti hírnevetek Valkai Csaba csanáddal a férjeddel, és hát szerintem mindenki csak nyert azzal, hogy végül is szexárd mellett döntöttetek annak idején. Ez egy következő történet lesz. Kezdjük az elején. Mikor, hogy és hol ismerkedtél meg a tánccal? Hát édesanyám szoktam mondani, amikor megszülettem, akkor így mondtam, hogy föltettem a kezem, hogy anya táncos szeretnék lenni, úgyhogy azért ez már egy nagyon-nagyon hosszú múltra nyúlik vissza. Amióta az eszemet tudom mini táncolni, szerettem volna, hogy, igazából ez talán szerencsés vagyok, mondhatom ebből a szempontból, mert nagyon sokan nem tudják még akár egyetemen, főiskolán se, hogy mit szeretnének, és én mindig is tudtam, hogy táncos szeretnék lenni, úgyhogy ez kezdetektől adott volt. Ez gyerekkorban talán az önfeledtséggel függ össze, aztán később az ember rájön, hogy ez nagyon komoly meló? Nem, nem. Nagyon sok mindenkinél így van, de nálam ez mindig is tudatos volt. Azt hiszem, hogy eddig bármit csináltam az életbe. Hogy azért mondom, hogy több szempontból is szerencsésnek vallom magam, hogy igen, is tudatosan készültem mindig mindenre. Talán ez a természetemből is adódik. Van, hogy mondjuk csak tánccal tudott kifejezni az érzéseidet? Tehát ez egy olyan olyan hatékony közvetítő közeg, amit mondjuk nem csak a színpadon tudsz alkalmazni, hanem hát akár a magánéletben is, hogyha boldog vagy, vagy szomorú, akkor táncra perdülsz. Hát a profiknál szerintem azért már nem így működik, úgyhogy mivel persze természetesen ez egy hivatás, azért most már nagyon régóta nem táncolok, úgyhogy, de akárhányszor felmentem a színpadra, azt hiszem, hogy magamból mindig tudtam adni egy kicsit, úgyhogy az, az most már nem hiányzik, de nagyon sokáig azért az, az, az a plusz az hiányzott. De az, hogy otthon nagyon szeretek táncolni én különben, de hát sajnos nincs benne partner, úgyhogy adtál magadból a színpadon, de nem osztottad szét magad? Ezt lehet mondani így? Vagy jóhatatlanul az ember odaadja magát a közönségnek? Hát ott abban az adott pillanatban szerintem igen. igen. Tehát pláne, hogyha valami olyan szerep, ahol azért sokkal több a mondani való, szerintem ott azért kiadod magad. Nem, nem tudsz. Szerintem, aki igazán ezt a pályát komolyan gondolja és hivatásnak tekinti, az nem egyszerűen a színpadon ezen nem gondolkodsz szerintem. Kimondtad azt a szót, hogy profi. Mi az út a profizmushoz, vagy mi az az életpálya, amit a profiig, amatőrből profitáncos lesz valaki? Mit kell elérni? És te, hogy érted el? Hát nem is inkább azt mondom, hogy mit kell elérni, hanem ahhoz, hogy profi legyél, ahhoz, ahhoz kell egy tudás, ami mögötted van. Kell egy nagyon, az, az, nagyon, az a legfontosabb, talán az egyik legfontosabb. Kell. Jó adag szerencse, mert ugyanélkül szerintem a mai világban semmi nem működik. El kell tudni adni magad, ami szintén nagyon fontos. Szokták mondani, hogy hát hogy nem, mert hogy egy picit húzódjunk vissza, hát ez a szakma, ahol nem lehet visszahúzódni, tehát igen is itt két könyökkel előre kell menni, mert különben sose lesz belőle semmi. Úgyhogy, hát nem, nem tudom, tehát talán ennyi. Ennyi, ami kell hozzá, és sok-sok tapasztalat, tehát az évek, szerepek, mindennapi tréning és alázat. Én mindig azt mondom, az a legfontosabb az alázat. Az iskolák neked hogy jöttek? Általános iskolába, akkor gondolom már jártál balettre, modern táncra, vagy Igen, ilyen. Amik, Igen ilyenkor... Pécsre, én Harkányi vagyok, és Pécsre akkor már ö, jártam be egészen összem, öt éves koromtól, és egész kiskoromtól a szüleim azért is nagy áldozatot hoztak, hogy hetente kétszer vittek be Pécsre és én ott táncolhattam. Aztán akkor később jött egy ilyen kapcsolat a színházzal, a Diótörőn keresztül, tehát ott abban is részt vettem, tehát gyerekként szerepelhettem. Majd jött a balettintézet, ahol nem vett, nem sikerült, tehát azért azt tudni kell, hogy abban az időben nem 50-60 vagy esetleg 80 lányból, hanem több száz gyerekből választottak, tehát hogy egész más volt a, az arány, és hát sajnos volt egy bizonyos fokú gerincferdülésem, úgyhogy végül is orvosi javaslatra nem vettek föl. Majd ezután jött a Pécsi Művészeti Gimnázium, és akkor így így előre. Mi lehet ennek az oka, hogy, hogy akkor sokkal nagyobb volt a túljelentkezés, vagy túljelentkezés volt, ma pedig kevesebből szortíroznak? Hát először is a gyerek létszám, ez egészen biztos, tehát azért szerintem ez ma már sokkal kevesebb. Talán a pályának is volt egy, szerintem egy sokkal nagyobb megbecsülés, amit most már nem mindig érzek. Tehát az, hogy valaki táncművész lehetett és lett, az azt szerintem, minden a mai napig, hogyha azt mondod, hogy, hát, hogy mi az hivatásod, a foglalkozásod, és azt mondod, hogy táncmész, akkor az akarva akaratlanul, csak magadból indulsz ki, szerintem az ember úgy fölfigyel, hogy táncművész, de milyen táncművész, és akkor ha más nem, tehát az érdeklődésedet fölkelti. Most már inkább ez, erre az oldalra tolódott, akkor azért szerintem sokkal nagyobb megbeli, megbecsülése volt. És hát ugye nagyon széles a paletta amikben játszottál azok a szerepek, azok a táncok. Neked mondjuk ki lehet jelenteni, hogy van kedvenced, vagy inkább a klasszikus balett, vagy pedig a modern, a modern balett az, ami, amiben otthon érzed magad, vagy ilyet nem lehet mondani egy táncművésznek, hanem mindenben, otthon van és minden szeret. Hát azt tudni kell, hogy amikor én végeztem a művészeti gimnáziumba, akkor még szakközépiskolaként működött, utána elkerültem, egy évet voltam Debrecenbe, majd az Zekimre és a Tóth Sanyi hívott a Pécsi Ballethez, és végül is úgy kerültem vissza Pécsre egy picit így menekülés is volt ez az egy év Pécsről, mivel ugye ott végeztem, tehát ugye abból a közegből szerettem volna kiszakadni, és akkor talán ez az egy év egy ilyen tévút volt, már akkor is hívtak különben, akkor még élt az Imre bácsi is, ugye lényegében ő hozta létre az egész mostani Pécsi balettet, ami mind a mai napig az ő hatása alatt működik és amikor oda visszakerültem, ugye ő már azért megalapozta ezt az irányvonalat, igaz? Ugyan, hogy mindennapi klasszikus gyakorlatok voltak, mert szerintem anélkül nem működik semmi, tehát a klasszikus balett az alapja mindennek, bárhol a világba elmegy egy táncos, felvételizni, próba táncolni. mindenhol klasszikus balett az az első, amit kérnek, tehát, és utána indul az összes többi, Úgyhogy ez, ami a legfontosabb, ez már egy irányt adott, tehát ugye a Pécsi Balettnél mind a mai napig azért úgy gondolom, hogy a modern az, ami a fő irányzat, de mind a mai napig van klasszikus gyakorlat. Úgyhogy a darabjai, darabokról pedig annyit, hogy azért nagyon ugye három igazgató volt, és négy igazgató volt az, az a 17-8 év alatt, amíg ott voltam. Úgyhogy azért mindenkinél volt olyan, amit eltáncolhattam, és akkor később esetleg már másképp is gondoltak rám, nem csak táncosként, hanem asszisztensként, balettmesterként, tehát ugye azért voltak plusz feladatok is már idővel. Megvan a hierarchia egy ilyen zárt közösségben? Hát minden munkáján szerintem megvan, természetesen ott, itt ebbe a szakmába is megvan, a Pécsi Balettnál is megvolt. Öhm, hát azért a színpad nem hazudik, lehet azt húzni, vonni, öt rakom előre, nem öt rakom előre, de aztán egy idő után akkor az kiderül, hogy kinek hol kell állni. Úgyhogy ebből a szempontból az egy szerencsés szakma. Hát itt persze az is kérdés, hogy kinek adjuk meg a lehetőséget, és kinek nem adjuk meg, de mondom, hogy azért előbb-utóbb ezek kiderülnek. Kicsit vezes bennünket még inkább a színfalak mögé. Most jelen esetben ugye most olyan sokszor esett a Pécsi Baletről, 19 évig jól emlékszem, azt említetted? Uh, hát 91-be kerültem oda, és végül is 2007-ig, tehát akkor 16 év 16 volt. Évig. igen. igen. Uh, én egyszer jártam a Pécsi Balletben, nem mint néző, hanem mint uh, hát a hátsó ajtón fölmenve. Nagyon érdekes kép fogadott, kifáradt táncosok aludtak a pamlagon, volt, aki gyakorolt, volt, aki kicsit nyújtott, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon, esre ilyen nagyon bohém és nagyon hivogató világ tárult elém valóban. Ilyen? Egy táncos mindennapjai? Ilyenek? Hát egy táncos mindennapja az úgy zajlik, hogy reggel bemegy egy tréningre, ami ugye minden nap van. Talán, ha szerencsém van, van, egy szünnap, de általában akkor vagy mindenki vagy iskolába jár, vagy tanít, tehát próbál ugye előre látni, hát legalábbis van, vagyunk egy páron, mert ugye sosem, nem mindig leszel 30 vagy 20 éves, tehát azért a szakmánál erőre felé is kell nézni. Hát kezdődik ezzel, majd jön a próba. Hát volt sok időszak, amikor mondjuk kevesebb próba volt, de volt olyan, amikor még 10 órakor a színpadon álltál. Úgyhogy nincs hétvégéd, nincs szombatod, nincs ünnep ünnepnapod. Szokták mondani csúnya szóval, és ez valóban ez tény, tehát egy kiszolgáló személyzet vagyunk, bárhonnan nézzük. Egy táncos azért lényegében, aki ünnepel, az is eljön megnézni, aki nem ünnepel, az is eljön minket megnézni, ugye az előadásokat, pláne egy színházban. ugye ez egy kemény szakma. És ott említetted már, hogy koreográfus és balettmester. Tehát nem csak balettáncos, vagy nem csak táncművésze vagy, hanem már ezekbe belekóstoltál a Pécsi Balettnél is, vagy ott kezdted ezeket a, az oldal ágakat megtanulni? Igen, a, a, szerencsém volt, mert 2000 után a Herzog irányítása után, Herzog István irányítása után a Keveházi Gábor és az Egerházi Attila vette át ugye a Pécsi Balettnak a vezetését, és mindketten Hát mondjuk ez tény, hogy vezető egyéniség voltam én is, és a férjem is azért az együttesbe. Nem csak úgy tekintettek rám, mint táncművészre, azért azt hozzá kell tenni, ugye akkor már majdnem 30 éves voltam, hanem ö, abszolút mindkettőjüknek az asszisztense is lehettem, tehát való a jobb keze. Majd később a, a Gábor, a Kevázi Gábor végül is valahol átadta a stafétabotot, tehát rengeteget ö, próbáltam, Abszolút önállóan, tehát rám bízta az együttest, a balettmesterként is próbálta megállni a helyemet, akkor néha beült, megnézte az óráimat, elmondta a kritikáit, közölte, a következő alkalom ezt javítsam ki. Úgyhogy ilyen, abszolút egy ilyen közös munka volt, aminek én nagyon örültem, mert már ö, fontos az persze, hogy az ember a színpadon legyen, meg táncoljon, de azért tisztában kell lenni azzal, hogy akkor hány évesek vagyunk. Én amikor olvastam, hogy balettmesterként is dolgoztam, akkor egyből a karmester szó jutott eszembe. Uh -huh. Van párhuzam? a kettő között? Tehát a balettmester is ugyanazt csinálja a táncosok, amit mondjuk a karmester a zenészekkel? Hát a vezénylés szempontjából lehet, <gül> igen. <gül> a, a, másik oldalról igazából ugye karmesteri feladatokban annyira hát összefogja a csapatot, tehát az biztos, annyira nem látok bele, de ugye hát ott van egy óra, amit föl kell építened, tehát ugye az szakmailag is azért meg kell felelned. A gyerekekkel is ez ugye hihetetlen nagy felelősség, ezen felül egy kollégáddal, az ugye nem csak meg egy felelősség, mert ő azt csinálja, amit ő éppen érez, meg tudja, hogy mennyi elég neki, hanem ott szakmailag is el kell fogadtatnod magad, meg emberileg is. Tehát ott ugye egyszer csak történik egy szerepcsere, és te odaállsz elé, mondjuk ahol eddig a keveházi, vagy az egerházi állt, vagy bármelyik igazgató, és akkor megkérdezi, hogy akkor most te mégis mit csinálsz ott. És ugye itt emberileg is azért ez egy hihetetlen nagy feladat, hogy ne is élj vissza, de el is fogadtasd magad. Hát azért szerintem ez nekem azért úgy sikerült, én úgy gondolom azért, amit kaptam visszajelzést a, a többiektől, hogy azért elfogadtak, hallgattak rám. Tehát ez, ez nagyon hamar kiderül, hogy tudod-e őket, ez csúnya szó, hogy irányítani lehet valahol ez is. Minden tehetséges táncosban benne kell, hogy legyen. Ez a határozottság, ez a, ez az akarás a jó értelemben, amit most uh -huh. benned látok? Hát és... egy bizonyos formában igen, tehát valami, valamilyen szinten mindenkibe. Nem mindenkiből lesz esetleg asszisztens, mert ugye kette vagy hárman voltunk, akit így kiemeltek a többiek, és előtte se volt led mindenkiből asszisztens. Tehát ez biztos, hogy ezek így, nem tudom, tehát lehet, hogy érzi az igazgató, hogy ki az, vagy... Tehát még nem voltam ilyen szituációban csak erről az oldalról, úgyhogy tehát szerintem azért itt a szimpátia is sokat meg, hát azért azt is látja, hogy ki az, aki tudja, többiek is elfogadnak szerintem. Említettem már a beszélgetésünk elején Valkai Csaba Csanád nevét, a férjedet. Hát ha kimondjuk, azért nagyon sokan felkapják a fejüket, akik egy kicsit is járatosak a, a tánc és a balett világában. Ti hogy kerültetek össze, hogy találkoztatok? Hát nyilván nem lehet ne kitalálni. Hogy, hogy, hogy nem a Pécsi Balettban, de hát ugye ez nem, nem titok, tehát a Csaba a fiatalabb nálam. Úgyhogy amikor én már táncoltam az együttesbe, akkor ő még a művészetibe járt, úgyhogy már onnan is úgy, ha más nem arcról ismertük egymást, mert azért a fiúkat ugye rendszeresen hozták be szakmai gyakorlatra az együtteshez, tehát mi dolgoztunk is együtt. Aztán utána ő elkerült, és később, amikor visszajött, akkor elindult egy valami, aminek ez lett a vége. Már akkor fiatalon, amikor nem tudom, vissza tudsz emlékezni, volt-e ilyen pillanat, hogy először láttad táncolni, akár próbán, akár a színpadon, hogy már akkor átütött ez a, ez a hihetetlen tehetség benne? Hát szakmailag mindenképp, tehát ő, ő egy nagyon jó adottságokkal rendelkező férfi táncos beért tehát úgy, úgy, nem tudom, hogy a teste és a, a, a Hát ezt nem, nem, is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy, hogy az, a, az a, tán, tehát a táncosi léte hogy valahogy így összeért, és akkor hát ott is azért egy, egy hihetetlen szerencse volt azt, hogy ő a, pont a Gáborékkal akadt össze, amikor ő igazán a pálya a csúcsán volt. Hát ő volt az egyetlen az együttesben, akinek nem kellett fel Amúgy a 2000-ben, amikor a Gáborék ugye kiderült, hogy ők lesznek az igazgatók, az egész együttesnek próbatáncot kellett táncolni, akkor voltunk egy páran, ugye, akik megtarthatták a szólista státuszt volt, akiket visszatettek a tánckarba, és a Valkai Csaba csanát volt az egyetlen, hát ugye ez nagyon szerettük, akinek bement és közölte, hogy akkor ennyi, ilyen szerződést kaptál, kész. Tudtok egymástól tanulni, vagy ez nem jöhet szóba? Ugye itt említetted a beszélgetésünk elején, hogy nem véletlenül hogy nem raktak benneteket közös darabba. Uh -huh. Öhm, hát előtte se túl sokat táncoltunk együtt, de onnantól ugye, hogy ő szólistaként kinevezték, akkor utána volt egy időszak, amikor még az Eger házi próbálkozott, hogy esetleg így működhet a dolog. Külföldi koreográfusok valamilyen oknál fogva sokszor tettek minket össze, de aztán mindig hamar rájöttek, hogy ez annyira nem működik, de volt Várszínházban, tehát sok helyen azért volt arra lehetőség, hogy táncolhatunk együtt. Hát azt nem mondom, hogy kők Kövön maradt, mert nem mindig maradt azért. De, de érdekes módon asszisztensként, balettmesterként abszolút elfogadott, tehát ott nem, nem volt így appelláta. Tehát mondjuk talán a táncban is meg kell tartani azt a azt a távolság nőként táncos között, ami férj és feleség között talán már nem biztos, hogy mehet? Nem, nem tudom, nálunk annyira nem működött. Mondjuk itt ugye adottsági különbségek is vannak, tehát én egy alacsony, vékony, aránylag voltam egy könnyű táncos, ő viszont egy, egy jó kiállású, egy 85 magas, tehát ő mindig inkább ezeket a picit erősebb lányokat kapta. Mondjuk pont erről beszéltünk, a Spala Korina volt az egyik egy állandó partnere, aki körülbelül akkor a Majdnem mint a csaba. Most egy nagyon iskolás kérdést fogok feltenni. Lehet-e beszélni kedvenc szerepről, kedvenc darabról, vagy inkább korszakok vannak, uh -huh. csoportok vannak, társulatok vannak? Hát ugye abszolút a pályafutásomat, ezt pályafutásnak lehet nevezni, akkor így a Pécsi Baletthez köt. Voltak, mindig annak voltam a híve, hogy menni kell, látni a világot, tehát mondjuk éves szinten biztos, hogy két évente én elmentem próba táncolni külföldre. Tehát úgymond egész Németországot bejártam, és Ausztriát, ami lehetett minden együtteshez voltak, tehát lettek volna lehetőségek, már a Csabával együtt is, akkor volt, ahol engem nem vettek föl, volt, ahol val, őt nem. Tehát ez egy ilyen közös döntés volt végül is, hogy nem mentünk el, tehát voltak lehetőségek, de, de mindig valahogy úgy inkább ugye a, Pécsi Balethez kötődik minden. Ott voltam olyan szerencsés, hogyha így mondjuk sorba veszük egy Tóth Sándort, aki majdnem 30, nem tudom hány évig igazgatta a Pécsi Balettet, utána jött a hercog István Dortmundból, akik Németországban egy, hat, egy hihetetlen név volt, tehát egy, őt hívták vissza ide, tehát a Tóth Sándor hívta ide-vissza. Tehát abszolút semmi pécsi kötődése nem volt. De már, már dolgozott a, még a Tócsonyi idejében, a Rómeus Júliát például csinálta, tehát őt, őt, már így, tehát ilyen szinten volt kötődése. Majd utána jöttek a Gáborék, tehát így, így azért mondom, inkább ilyen korszakok voltak, ami nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert akkor azért már elég sok, mondhatom, tehát 30 éves elmúlottam, és azért elég sok nagyon kiemelkedő táncos volt az együttesben, főként lány. Én úgy gondolom, hogy szakmilag is voltak nálam fiatalabbak is, de a herceg István végül is engem választotta az életállomásaira, ami a 40 éves jubileumon ment a Tóth Sándor és az Ekkimnének egy darabjával, és ezt a Kérény Nagy Bélával táncoltuk, de hát ez egy, egy ilyen 25 perces, egyfelvonásos darab volt. Ez az Istvánnak szerintem egy ilyen abszolút vezető koreográfiája, tehát ez, ez a hercog István, mondhatjuk így, úgyhogy az nekem számomra az, az volt a, a csúcs. De persze előtte és utána voltak modern koreográfiák, de nekem ez volt ami. Amikor az ember megkap egy nívódíjat, vagy olyan nagy elismeréseket, amit te is magadénak tudhatsz, Um, az egy korona, vagy, vagy, az ember tudja, tehát az, nyilván tisztában van vele, hogy mit tett le az asztalra, de azért meglepetésként érik ezek a, ezek a kitüntetések? Hát a kevázis Gábor szokta mondani, hogy annak adnak díjat, vagy azt kap díjat, akinek adnak. De természetesen az ez nem így van. Hát a NIVO díj, amit kaptam táncművészként, azt talán azért volt számomra nagyon fontos, mert azt maga az a közösség adta, tehát Pécs részben Pécs, ugye persze szakmai díj, de az, hogy ott a saját közösségeden belül kapsz egy elismerést, azért úgy gondolom, ez ugye az ember életébe bármi is szakmát nézed, azért elég ritka. Tehát az, hogy kivülállók adnak, vagy bármi, az, azért az sűrűben előfordul. Az, hogy maga ott az a, az a szakma ad nekem egy díjat, az, az nagy dolog volt. Tehát az, az nekem inkább ebből a szempontból volt fontos. És talán most már így a... 15-20 perce beszélgetünk, felmerülhet a, a, nézőkben a kérdés, hogy hát eddig csak Pécsről beszéltünk, holott én azért az elején elmondtam, hogy, hogy nagyon büszke lehet szexárd arra, hogy ti itt vagytok, illetve Tolna megye. Ne hagyjuk ki a többi településem a sorból. Hogy kerültetek szexárdra Csabával? Hát igen, ez, az, hogy hosszú így szokták kezdeni, ez hosszú történet. A, mi már égesség dolgoztunk ugye, az együttesen belül, és hát amit már mondtam neked, hogy egy táncos azért egy olyan, harm, egy pláne egy hölgy, én úgy gondolom, hogy azért... 35-40, persze vannak kivételek, csak úgy, úgy tudni kell magadat hova tenni. Én, én ilyen vagyok, nem azt mondom, hogy azt mondanák, hogy táncoljak kell valamit, ha a koromnak megfelelő, hogy nem tenném meg, abár már nagyon régen táncoltam, tehát nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy újra színpadra menjek. Tehát mindegy, ez egy olyan ö, 15 éves különben maga az iskola, amit jelenleg vezetünk, de még előtte húzó, előtte időkre húzódik, hogy mészáros Sandra barátnőm a Nemzeti osztálytársam itt vezetett egy szakkört Szexádon, ugye ő Szexádon települt le, ide köti az élet, a gyermekei, a hivatása, a munkája, és úgy gondolta, hogy ő szeretne váltani, és akkor megkeresett, hogy esetleg nem vállalnám el itt Szexádon ennek a szakkörnek a működését, és innen indult el, majd a, a gyakorlóiskolába megkerestek minket, mert szerettek volna egy művészeti tagozatot indítani, Antus Györgyné vezetésével, és így is innen indult el az egész. Maga az intézmény az jelenleg 15 éves, amit mondtam is, és 250 gyermekkel működik, úgyhogy innen van a szexádi kötődés. Majd amikor már megszületett a második kisfiam, vagyis a második gyermekünk, mert bocsánat, egy kislányom van és egy kisfiam, úgy azt hiszem, <laughs> akkor úgy döntöttünk, hogy itt az ideje váltani és végül is akkor költöztünk ide Szexárdra. Először csak próbaszinten, majd később akkor letelepettünk. Csaba is partner számodra az iskola vezetésben, a, a koreográfiákban, a, a tehetséggondozásban, mert Abszolút. szerintem beszélhetünk tehetséggondozásról. Igen, tehát jelenleg ezt a 250 főt összesen három ő, tanárral vezetjük, úgyhogy azt hiszem ez egy nagy dolog így szexárdi viszonylatban is, úgyhogy. És hát én olvastam, hogy körülbelül 40 fővel indult annó 15 év. Hát lét. igen, egy ilyen 40-50 fő körül volt, igen, igen. Nektek köszönhető? Hogy látod? Nyilván az ember nem hát szereti dicsérni nem magát. Nem nekünk, persze ez is szerintem, tehát az, hogy ugye hárman, tehát, hogy milyen egyéniségek vagyunk, ez is benne van, mert azért kisgyerekeknél szerintem abszolút személyfüggő de ennek a rengeteg munkának, tehát ami mögötte van. Én úgy gondolom, hogy azért bármit, amit az ember csinál, egy idő után az kibukik, hogyha a munka nincs benne. És hát talán egy-két éve jelent meg egy cikk az iskoláról, ahol még a szalagcímben is az volt, hogy nem csak alapfokú táncoktatás működik, nálatok, hanem, és hát látjuk is, mert a gyerekek hozzák el az országos díjakat, talán még nemzetközieket is, ebben nem vagyok biztos. Miért? Jelentkezik valaki. Mi, mi a motiváció a gyerekeknek, szülőknek, hogy, hogy táncolni tanítsák mm -hmm. őket? Hát, hogy mi a motiváció hát egy kislánynál szerintem, mert hát az, az melyik az a kislány, aki nem szeretne habos-babosba bejönni a balettterembe, ott még talán ez, tehát az elején. Tehát ott abszolút ugye ez motiválja, sajnos, hogy kevés fiú gyermekünk van, ami Hát azt mondom, hogy ez egy szakmából is adódik, tehát nem vagyunk egy néptánc egyesület, tehát abszolút másképp működik a, a dolog. Tehát az elején nagyon fontos ez. Mondjuk én mindig is nagy hangsúlyt vettetek arra, hogy, hogy az óvodás képzés legyen kiemelt. Én nem véletlenül két óvodáscsoportunk csoportunk is működik, én majdnem 40-50 fővel, mert abból van később a jövő. Tehát, hogyha az elején megszeretteted a gyerekkel, és, és érzi azt, hogy ugye ez nem arról szól, hogy bejövünk, és akkor a tütű szoknyába táncikálunk kettőt jobbra, kettőt balra, hanem igenis az, hogy ez, rendszeres tréning van mögötte, a gyereket nem lehet becsapni, tehát ugye azt én remélem azért kevés olyan ember van, aki azt hiszi, hogy a gyereket be lehet csapni. Az gyerek nagyon is tisztában azzal, hogy ő ott mit tanul, és mi az a tudás, amit ő elsajátíthat. És hát dicsekedjünk egy kicsit, az előző évben is, ha jól tudom, szép eredményeket hoztatok el, és akkor szeretném inkább a tőled hallani, hogy milyen, hol is voltatok, hol jártatok milyen címekkel, díjakkal gazdagodtatok, és hát hogy milyen uh, jövőkép van előtted az iskolával kapcsolatban és a gyerekekkel kapcsolatban. Hát örülök, hogy ezt megkérdezem, mert úgy gondolom, hogy most már, tehát ez vagyok én inkább, tehát uh, nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy azok, akik valamivel foglalkoznak előtte, profiként is kipróbálhatják magukat, mert ugye ez a táncos szakma azért picit erről is szól. Tehát nem csak elmagyarázom, hogy hogy kell mondjuk egy tandűt, egy alaplépés megtanítani, hanem vala én is csináltam nap, mint nap. És én ezért ezt nagyon fontosnak tartom, tehát nem vagyok egy elméleti szakember. De valójában én most már inkább azt mondanám, hogy én táncpedagógus vagyok, mint táncművész, tehát ezt tartom hivatásomnak. Öhm, az idei évben, akkor inkább erről beszélnék, 25 díjat hoztunk el országos versenyekről. Nemzetközi szinten ebbe a modern tánc, szakma, modern tánc stílusba, amit igazából a kortárs táncban, amit mi képviselünk a művészeti részébe, igazán nemzetközi szinten nem gondolkodtunk még, nem nagyon látom értelmét sem, meg, tehát mi nem egy ilyen divattánc jellegű vagyunk, hanem abszolút ugye ezt, a, ezt a részét képviseljük a táncművészetnek. Hát a tavalyi évben kiválóra minősítették, arany minősítést kaptunk a Táncpedagógusok Országos Szövetségétől. Több díjjal rendelkezünk, amit a szövetség, ez mind pedagógusokra, mint a, táncosokra vonatkozólag, tehát amit a szövetség adott Bercik Sára emlékversenyeken, tehát azért mondom, csak is kizárólag országos versenyeken indítjuk a gyerekeinket, ahol harmadik évfolyamtól fölfelé versenyeztetünk. Idején, idén volt először, hogy az elsősök is indultak. Nem tudok olyat mondani, hogy országos verseny a koreográfiáink nem nyernének valamit, ami azt hiszem, hogy azért így országos viszonylatban. Az biztos, hogy tudják, hogy kik azok a szexádiak, mm -hmm. és ezt mindig hangsúlyozom, hogy Elmondják ezt a nagyon-nagyon hosszú nevünket, hogy PTE, így egy gyakorlóiskola, és akkor még nem fejeztem be. Tehát elég hosszú a nevünk, de senki nem tudja. Tehát mindenki azt mondja, hogy a szexádiak. És ez, ez, egy, ez egy jó dolog, és ez, ezt örülnék, hogyha ezt így mindenki így is gondolná, hogy mi szexádot képviseljük bárhova megyünk. És hát én azt hiszem, hogy ehhez. Ennél szebb lezárást nem is tudnék mondani és elképzelni. Eszter, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt el, és szerintem uh, még hallanak rólatok a nézők biztosan. Uh, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nézőinek köszönöm. pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is viszontlátásra.